Május 23-án a Terézvárosi Aviai Nagy Szent Teréz templom plébániájában Szent Helyek címmel konferenciát tartott a Keresztény Zsidó Társaság. Az eseményen szent helyeikről beszéltek a felekezetek képviselői. Hitük különleges helyeinek bemutatásával ismertették meg az oda ellátogatókat. Csepregi Róbert a plébánia vezetője és dr. Szécsi József a Keresztény Zsidó Társaság főtitkára szívélyesen megnyitotta a diskurzust és köszöntötte jelenlévőket. Majd a konferencia védnöke, Varga Lajos váci segédpüspök is beszélt pár mondatot. A kereszténységben mindennek egy speciális esete a teofánia, amely Isten megnyilatkozását jelenti ebben a világban, és a krisztofánia, mely elsősorban Jézus feltámadása utáni megjelenését jelenti. Kákosi László a szent fogalmát az Ószövetségről is ismerjük, mind a mai napig szerepel a keresztény liturgiában is a háromszor szentének. A szent, mint sajátos fogalom, itt is magába foglalja az elkülönülést és a másságot. Isten ugye más, nem azonos ennek a világnak a dolgaival. Az Ószövetség tele van teofániákkal, ezek között számomra az egyik legjelentősebb Jákob álma. Jákob elindult Beersebából Hárán felé, egy helyen körrehajtván a fejét álmában látja a létrát, mely a földre van állítva, de hegye az eget éri. Ezen angyalok járnak fel és le. És akkor következik a szentírási idézet. Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és az ég kapuja. A magam számára ezt egészen egyszerűen így tudom lefordítani, hogy létrejött a kapcsolat Isten és köztem. A történet azzal végződik, hogy Jákob veszi a követ, melyet emlékül állít és olajat önt rá, a helyet pedig Péternek nevezi, tudjuk, hogy ennek igen, a helynek aztán később is megvan a maga jelentősége. Isten választott népének életében. Az Ószövetség szent helye a templom, annak is a szentek szentje, Jeremiás proféta mégis mondja, ezt üzeni a seregek ura, ez idézett, Izrael istene, javítsátok meg utaitokat és tetteiteket, akkor majd veletek lakom ezen a helyen. Ez pedig azt mondja számunkra, hogy a szent helyek szent mi voltukat nem önmaguktól veszik, azaz ez nem az ő belső tulajdonságuk, mint ahogy ez a pogány bálványok esetében történik. A zsidóság szakrális központjáról, a Siratófalról Róna Tamás rabbi beszélt. Mózes első könyvének 12. fejezetének 18. mondata a következőt említi. Umarkei cedek melech shalem hoci lechem vöjén vöhukohén vöjjön. Ékes magyar nyelvünkön a következőt jelentette ez a mondat. És Máki Cedek, Sálém város királya, kivitt kenyeret és bort, mert ő volt a legmagasabb Isten papja. Vaj varehu, vajomer, baruch Abraham le elelion, koné shamay barec, és megáldotta, mondta, hogy áldott Abraham Istene, a mindenek fölött lévő, aki teremtette az eget és a földet. Ubaruch el elyon asher migén tzareá bejadeha veiten lo maaser mikol. Megáldotta őt az örökkévaló által, és nagyon izgalmas, hogy ezután pedig azt olvassuk, hogy Ábrahám pedig tizedet adott Málkicedeknek. Hát hogy van az, hogy ezt megelőzően olvassuk Ábrahám elhívását, hogy a Jóteremtő szövetséget köt. És Ábrahám elindul az egész családjával, Kolröhussám, minden tagjával az ő közösségének, hogy az ígéret földje felé tartson. És egyszer csak van egy város, ahol megáll, ez a Salem városa, és ott van egy királya, akit Málkicedekként ismerünk, és Maimonides, aki a középkor egyik legmeghatározóbb kommentárírója, egyik legmeghatározóbb kommentárírója a rabinikus irodalomban, azt írja, hogy a Jóteremtőnek, a világ alkotójának 72 neve van. Minden egyes név egy-egy isteni tulajdonságot hordoz. A Málkicedek, a Melech és a Cedek, az két gyönyörű kifejezés, az egyik a király, a másik pedig az igaz. Mind a két szó
a jó teremtőt jelöli. Ergo, itt talán nem is egy fizikai személy volt az, aki uralkodott Salém városába, hanem az örökkévaló. A Salém szó, tetszettek már hallani azt, hogy az arab nyelvben úgy köszönünk egymásnak, hogy Salem aleikum, aleikum Salem, a héberben Salem aleichem, aleichem Shalom, hogy béke legyen veled. Tetszettek már hallani azt a kifejezést, hogy Shalom? Van-e, ez most egy beugratós kérdés, nem muszáj rá válaszolni, van-e olyan nagyobb halmaz, amelynek a béke is csak a része? Jókat tudok kérdezni, de én ezért kapom általában a fizetésemet, és ez általában így rendben is szokott lenni. A Shin Lamed Mem gyök, az azt jelenti Shalem, azaz a teljesség. Melyik városnak volt az ura Málki Cedek? Tetszenek emlékezni? Shalem városának. Ma úgy nevezik, hogy Jeruzsálem. Ir Shalem, a teljesség városa. Ennek a városnak a spirituális közepén áll ez a bizonyos Kotel Hamaravit, ez a bizonyos nyugati fal, amit siratófalként is nevezünk. Honnan jön az elnevezése, hogy siratófal? A 15. századból maradt ránk olyan rabinikus irodalom, ami azt mondja, hogy Homat Dumya, a könnyek fala. A 15. században, az oszmán birodalom idején azt látta az ott élő oszmán közösség, hogy nagy pajeszú, valami fekete kalapot viselő, zsidó férfiak mennek oda, és nők ehhez a falhoz, és azt látják, hogy potyognak a könnyeik. Nem tudták mire vélni ezt, mert nem tudták, hogy ez az egykori jeruzsálemi szentélyből megmaradt egyedüli szimbólum, ez a fal, ami ott van. Kovács Miklós Ahmed, magyar iszlám közösség imámja, Medina városát és az ottani zarándokhelyeket mutatta be. A muszlimok Mekkából Medinába történő migrációja, a hijra. Időszámításunk után 622-ben Mohammed próféta, béke legyen vele, is elvégezte a hijrát, Medinában telepedett le. Innentől kezdve Medina lett a próféta városa, az új muszlim állam fővárosa, vallási és politikai székhelye. Mohammed próféta, béke legyen vele, és az őt követő három kalifa innen irányította országát. A harmadik kalifa Oszmán idejére Medina már egy két kontinensre kiterjedő hatalmas birodalom fővárosa lett. A negyedik kalifa Ali áthelyezte innen székhelyét Kúfába, innentől kezdve Medina elvesztette politikai jelentőségét. Vallási jelentőségét és megbecsült helyét a muszlimok körében viszont mindmáig őrzi. A mindenkori kalifák igyekeztek minél jobban fejleszteni, bővíteni mind a várost, mind a próféta, béke legyen vele, mecsetét. A modern kor technikai vívmányai megkönnyítették a muszlimok számára és az utazást, egyre többen tudnak részt venni zarándoklaton, melynek keretében ellátogatnak Medinába is. Az ide érkező zarándokok indokoltá tették mind a várost, mind a mecset fejlesztését, bővítését. Az olajbevételek pedig lehetővé tették ennek megvalósítását a szaudi államnak. Medina ma egy hatalmas város több mint 1 millió állandó lakossal, és több százezer zarándok tartózkodik állandó jelleggel éppen a városban. Ramadán, illetve a mekkai zarándoklat a hajj ideje alatt pedig a számuk elérheti akár az 1 millió főt is. Éppen ezért a mai modern Medina városát többsávos autópályák szelik át, nemzetközi repülőtere van, a város minden pontján szállodák, éttermek, üzletek, bevásárlóközpontok és piacok várják a zarándokokat. Minden modern és világi dolog ellenére viszont Medina és az ott élők és az oda látogatók szívének központjában ugyanúgy a próféta béke vele mecsete áll, mint 1000 évvel ezelőtt. Mikor a próféta béke vele Medinába érkezett, az első dolga volt,
hogy kijelölje a mecset helyét. A mecset építésében fizikailag is kivette a részét, keverte a vályogot és hordta a téglákat. Ez a vályogtéglákból épült pálmalevéllel fedett, egyszerű épület még nem hasonlított arra a kupolával és minarettekkel ékesített építményre, ami ma eszünkbe jut, ha meghalljuk azt a szót, hogy mecset. Az idők folyamán ezt az egyszerű kis mecsetet bővítették, építették át arra a hatalmas és gyönyörű mecsetté, mely ma a világ második legnagyobb mecsete. A próféta napjai jó részét itt töltötte, a mecset mellé egyszerű kis szobákat, lakrészeket épített feleségei számára. Mikor meghalt, felesége Aisha szobájában tartózkodott, és itt is temették el. Később mellé temették barátait és utódait, Abu Bakrot és Omárt, az első két kalifát. Később ezt az egyszerű szobát aranyozott rácsozattal vették körül, és egy hatalmas zöld kupolát építettek fölé. Mikor a későbbi korokban a mecsetet bővítették, Aisha szobája, vagyis a próféta, béke vele sírja, is a mecseten belülre került. Innentől kezdve a prófétának a meglátogatása, tehát az, amikor a mecset látogatása alatt őt is, vagyis az őt sírját is meglátogatjuk, és a mecset látogatása egybefügg. Aki meglátogatja Mohammed prófétát, az egyben meglátogatja az ő mecsetét is. Aki pedig a mecsetet látogatja meg, az meglátogatja magát, a prófétát is. Az ismertetők végighallgatása bizonyossá tette, hogy Isten mindenhol helyi.